A Pannon percek műsorát hallják. A Pannonvár Színház aktuális híreivel, újdonságaival szerdánként jelentkezünk a Méz Rádióban, 16 óra 50 perckor. Köszöntöm a hallgatókat, Szelle Dávid vagyok, a Pannonvár Színház színésze. Ezúton szeretnék megköszönni mindazoknak, akik november óta figyelemmel kísérték. Pannon otthon vár az online Pannonvár Színház projektünket, és jegyet váltottak előadásainkra a jegy.hu-n. A Pannonvár Színház továbbra is szeretne látható maradni az online felületeken. Ezért kiválogatjuk az interneten játszott legnépszerűbb előadásainkat, és azt a Facebookon szavazásra bocsátjuk. Így nézőink dönthetik el, melyik előadások legyenek ismét a jegy.hu-n. Részletek hamarosan, figyeljék Facebook oldalunkat. Gecs Mónika vagyok, a Pannonvár Színház marketing menedzsere, szeretettel köszöntöm a Méz Rádió hallgatóit. Ahogy ezt már kedves közönségünk megtapasztalhatta, színházunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy jeles napjainkon saját készítésű színvonalas megemlékezéseket, köszöntéseket osszon meg online felületein. Május 5-én szerdán a Pannonvár Színház társulata Radnóti Miklós születésének 112. évfordulója alkalmából egy méltó megemlékezéssel készül közösségi oldalain, melynek témáját a költő Erőltetett menet című verse ihlette, ami egyébként a Her című előadásunkban is megjelenik. A pandémia ideje alatt ezt a fajta kommunikációt különösen fontosnak tartjuk, hiszen a közönséggel való kapcsolattartás egyik eszköze is ez, illetve a megemlékezés és a köszönetnyilvánítás kiváló módja, mely széles kört elér. Ebben a mindenkit megterhelő nehéz időszakban úgy gondoljuk, hogy még értékesebb a figyelmesség és a hála kifejezése. Ezt az aktív online jelenlétet a nyitás után is szeretnénk fenntartani. Ehhez kapcsolódóan rövidesen új tartalmakkal és nevekkel bővül szerzőink listája Pannonline oldalunkon. Aki esetleg csak ismerkedik még az oldallal, ezek az írások nem színi kritikák, témájukat tekintve a lényeg, hogy színházról, a színház művészetéről, érzésekről, élményekről, benyomásokról szóljanak, melyek a pannonline.blogspot.com linken olvashatók. Vigyázzanak magukra, bízunk abban, hogy hamarosan találkozunk.